Megvédtük a rezsicsökkentést, jelentette ki Orbán Viktor Brüsszelben a rendkívüli uniós csúcs találkozó első napja után. A kormányfő hangsúlyozta, sikerült visszaverni az Európai Bizottságnak azt a javaslatát, amely betiltotta volna az Oroszországból származó olaj használatát Magyarországon. Hozzátette, a megállapodás szerint azok az országok, amelyek az olajat csövön keresztül kapják, továbbra is a régi feltételekkel folytathatják a gazdálkodásukat. Éjjel egy óra van, most ért véget az Európai Tanács ülésének első napja. A legfontosabb hír, hogy megvédtük a rezsicsökkentést, sikerült visszaverni a bizottságnak azt a javaslatát, amely betiltotta volna az Oroszországból származó olaj használatát Magyarországon. Van elég bajunk ennélkül is, egekben vannak az energiaárak, magas az infláció és a szankciók miatt egész Európa egy világgazdasági válság szélén táncol. Ilyen körülmények között kibírhatatlan lett volna a számunkra, hogyha drágább olajjal kell működtetnünk a magyar gazdaságot, ez felért volna egy atombombába. De sikerült elkerülni, egy olyan megállapodást hoztunk tető alá, amely kimondja, hogy azok az országok, amelyek az olajat csövön keresztül kapják, továbbra is a régi föltételekkel folytathatják a gazdálkodásukat. A családok ma este nyugodtan aludhatnak, a leghajmeresztőbb ötletet sikerült kivédeni.